Öltözhetek megint. Ez az egész nap csak a izéről fog szólni, a öltözködésről. Mondom, felkelek korán, hogy elmehessek az orvoshoz. Erre tele van, mint a déli busz, úgy tele van hétfő reggel mindig a váró, hogy az tűrhetetlen. Úgyhogy felbicikliztem a izeibe, a hidegbe. Akkor mondom, jó. Benyitottam, voltak 100-an. Mondom, akkor visszajövök, legalább bevásárolok. Aztán megláttam a boltba, a polcon a Uncle Benz mártást, ami, hát amit már 1000 éve nem ettem. Nem mondom, akkor ez lesz ma az ebéd. És bevásároltam mindent, amit kell. Csak épp húst felejtettem el venni. Nem is tűnt fel. Csak most, mikor már álltam volna neki főzni, hogy hát rizsem van, a hús. Na. Úgyhogy most lesz még egy utam a hentesnél. Aztán utána főzünk. Vlogolunk közbe. Miközben. És elmondom, hogy mi van a mai nap, vagy a tegnap, vagy valami. Ja igen, szóval most irány a hentes. Utálok bazd meg henteshez járni. Itt nincs olyan izé sehol, hogy tudod, tőkehús lenne a boltba. Nem van ilyen kisbolt. És akkor ott lehet a hentesnél venni izét, húst. Tehát nem a kisboltba, hanem a kisbolton kívül hentesnél. Ezt bemész, megcsap az a tömény, büdös, az a mészárszékszak, tudod, az a fú, de... Soha nem jártam henteshez, még Bátorba laktam. Mert ugye lemegy az ember a Spárba, vagy a Tescóba, ott a tőkehús, lefóliázva, lecsomagolva, darált hús. Ha kell, akkor ezt megveszed, berakod a szatyorba, azt viszed. Most be kell menni nézéért. Minden szarért egy másik boltba. Szia a kutyus. Ja. Utána, ha kész vagyok, akkor hát 3-ig van ma az orvos, úgyhogy majd visszamegyek 2-re. Vagy fél 3-ra. Hát el lehet ott tűrögélni izét. 3-4 órát is simán. Telefon nálam van, nálam jó van. Úgyhogy majd így lesz, mert gyógyszert akarok kiváltani. Kiíratni. Ilyesmi ezt. Ezért meg nem tudom hozzá elvinni. Ugye a kontrollpapírt, mert azt meg ott hagytam Dabason. Múlt pénteken, hogy lefénymásolják, és akkor úgyhogy azt majd azért majd lesz egy külön köröm, hogy azt beviszem. E kontrollos papírt az orvoshoz szólnak. Meg visszajöttem Dabasra. Ezt ennyike. Jó van, nincs szerencsém. Hétfőn zárva a hentes. Várjál, van még itt egy másik. Hétfőn zárva, öcsém. Te még hétfőn akarok húst tenni. A bocs az előbbi izéért. A közepes látószögért. De véletlen úgy hagytam a cuccot, aztán most vettem észre. Ebasz. Ez is zárva. Hétfő zárva. Jó. Hát akkor hús nélküli izét fogok enni, basszus. Máshol nem lehet tőkehúst kapni. A Coop-ba lehet. Az nem biztos, hogy lehet. Nem vagyok benne biztos. Szerintem csak ilyen felvágottas pult van ott is. Na, jó van, akkor vegyi lesz a réshez a szósz. Akkor nem kell főzni, nem kell kotyvasztani, akkor csak meg kell melegíteni a szószt, meg ki kell ízelni, ki kell főzni hozzá egy kis rizsát. Na. Érted? De nem elég az, hogy boltban nem lehet kapni húst, hanem hétköznap még a hentesnél se. Mondjuk hétfőn. Úgyhogy így jártam. Nincs hús. Na. Hát jobb lett volna azzal, csak azért, mert ugye úgy csak kiadósabb. De akkor lesz hús nélküli. Kész! Nem vagyok az a kaján rágódós fajta, aki azon fog filózni, hogy jaj, mi van, ha nincs hús? Hát akkor nincs hús, azt kész. Remélem, hogy hívják, még van. Rizs, úgy emlékszem, hogy van. Van is. Oké, a tésztát faltam föl a múltkor. De keskeny ez az ajtó. Az előbb még semmi baj volt. Jó. Kimérjük, azt készen is vagyunk. Minden meghanyatlik, itt nálam lassan. Mindent is elszórok. Hát... Amit akartam. Rist kimérjük ezzel. Mondjuk egy... Tudjátok, hogy én nem szoktam vele tökölni. Egy ilyen... Ez ide. Hát ez még sok is lesz. Ez sok lesz. Két cserpák vízzel. És akkor fő, ameddig fő. Teszek bele egy csomó sót. Egy nagy csomó sót. Inni. És akkor már kajával nem kell többet foglalkozni. Szóval mindent is elszórok. Elszórtam a GoPro-nak azt a talpát, ugye ami egy kicsit ilyen hosszúkásabb volt, és amin frankón meg lehetett állítani. Tehát most csak egy ilyen kerek talp van, és nem tudom, hogy hova raktam a rendes dedikált talpát. Már hetek óta nem találom. Ezen kívül, ugye mondtam, hogy töltőre szorul a kamera, de már a töltőkábelt is elszórtam, tehát nem mindegy, hány percről beállítom, amikor megföl, akkor megföl. Itt volt nekem az asztalon egy töltőkábel, egy ilyen, nem ez a merev, amit most raktam hozzá, hanem egy ilyen szürke lapos cucc, és azt most nem találom már sehol, és már feltúrtam érte az egész házat. Tehát itt van a földön, hallod? Itt van a földön, itt van a földön. Ez az. Ez az. Minden is a földön van. Te fél. Kaulásflakon. Ez félig volt tegnap, hé. Na, majd kirakjuk a szelektívbe. Addig a rizs hadd főjön. Hát ezzel meg akkor nem csinálok semmit, csak majd ráhányom a rizsra a felét. Összekeverem, azt megeszem. Nem? Na, amíg ez a cucc fő, keresünk egy fakanalat. Kavarunk rajta egyet, legalább, hogy a só eloldódja. Hát majdnem hideg vízbe tettem oda, mert ebből a csapból nem jön a nem jön a meleg víz. Csak hogyha 15 percig izélem. Ha 15 percig engedem, míg kijön egy köbméter víz, akkor igen, akkor meleg. Legyél takarékos. Aha. Dehogy. Dehogy leszek. Na, közben bekapcsoljuk a számológépet, mert én ugye már elég régóta filózok rajta, itten kéne csinálni egy kis update-et. Mindjárt újraindítom a kamerát, mert ki akarom cserélni a kábelt rajta. Ha nem, most már hát ez kábel, vagy... Jó, a tölteni telefont jó, vagy valamilyen eszköz, de hát pont a kamera elé nem jó, mikor így a lencse előtt így összeizélődik, így, így a kábel. Inkább ezt szórom el, nem szórom el, berakom a fiókba. Na, szeretném itten update-elni a hangrögzítő eszközöt, mert sokat beszéltem arról, most a múltkor is felmerült itt Herbie Live-ba, hogy miért nem csinálom én live-ba, vagy miért nem GoPro-ztam le, amíg csináltam a zenei alapot. Aztán izé nem szeretem, hogy amikor, hát azzal is szittyögni kell, mikor izé offline csinálom. Mert nekem csak ez a kis zseb akármilyen van, ez a Behringer utca 222, és ez nem jó most már. Abban csak úgy tudtam megcsinálni eddig is tehát ilyen szinti baszkurálós dolgokat, hogy a fülhallgató kimenetből benyomtam a diktafonnak a bemenetére, és várjál, hogy vettem a hangot. Ja, a hangot a telefonnal vettem külön, igen, és a diktafonnak a direkt kimenetéből monitoroztam, ugye, mert az úgy analóg átmegy rajta a hang, és akkor hallottam is, amit csinálok, a telefon meg vette közben a hangomat, és ez most már nem izé. Nézegettem itt mit kéne venni, azt mondja, hogy dobálja felfele most már nekem a keverőpultokat egyfolytában a reklám. Ha szeretnék ilyen videót csinálni, akkor ezt izébe szeretném live-ba csinálni. Itt a kamera, itt van előttem a cucc, és akkor miért nem kapcsolunk egy villanyt? Kettőt. És akkor az úgy sokkal jobb. Nem? Hozzá is lehet szólni, mutassak valami különleges dolgot, érted? Tehát az ilyen interaktívban jó. Azt mondja, hogy mi volt az a keverőpult, amit nézegettem? Behringer Xenyx Q502. Nincs internet. Altatásból felébresztem a gépet, és sosincs internet. Internet. Nyitok egy OBS-t. Hiba elhárító bezárás, és ilyenkor mindig visszajön a izé. Mindig visszajön. Na, erről agyalgattunk itt, mindenféle izét már rajzoltam, hogy van egy USB-s eszköz, kontroller, amiben megy a számítógépbe. Ennek a hangját ugye szintén egy USB-s hangkártya szólaltatja meg arra teszem a fülhallgató monitort, és akkor ingyenes házhoz szállítást. Mezzoforte, hát ez a cucc muziker. Muzikert.hu, és hogy ez egy USB-s keverőpult, 5 csatornás, így néz ki, Ott van rajta egy XLR, ugye a mikrofon, meg direkt bemenet, van gain, egy passzív EQ, ugye egy magas mély, egy panoráma, hangerőszint, kettes csatorna, az ahhoz kettes-hármashoz tartozó hangerő, 4-es, 5-ös, meg egy főkimenet, van benne kompresszor, fantomtáp, és akkor nézegettem, mert sehol nincs leírva, itt az USB csatlakozója, sehol nincs leírva, hogy milyen fantomtáp, mert hát jól várja, kavarni kell a rizsán. Csiningelt hogy hívják. De mindjárt folytatom, hát mindegy. Addig azt tudjátok nézegetni, még én megkavarom a rizsát. Ennek még kell egy kis fővés, mondjuk 5 ismételt perc. És úgy szokták ráírni ezére, hogy plusz 48 volt fantomtáp, és sehol nem találtam a leírásába. Fantomtáp az a kondenzátor mikrofonnak a táplálásához kell. És néztem róla ilyen ismertetőt, és mondta a csávó, hogy nem nagyon ajánlott, hogyha kondenzátor mikrofonnal akarod használni, mert ez csak ilyen 15 voltot tud. Plusz 15 voltot, tehát egy normális kondenzátor mikrofont nem tud megtáplálni. Ez az egyik. A másik dolog, hogy bennem kétségek merültek fel, hogy fogja ez visszafelé a körön hozni a számítógépnek a hangját, ugye, hogy két irányú vagy csak egy irányú, mert ugye nekem vissza is kell hallani, amit a számítógépet csinálok, tehát hogy nyomkodom a billentyűket, azt nekem hallani kell, és ráadásul most, hogy hiába van benne ilyen, hogy panoráma, meg mit tudom én, meg kompresszor, ez figyfenéket se ér, úgyhogy inkább arra gondoltam, hogy keresek egy audio interfészt. Nekem csak az kell, hogy egy mikrofont hozzá tudjak csatlakoztatni, egy jó mikrofont, és tulajdonképpen más nem is. És megint csak a Focusrite-nál kötöttem ki, de ez már a harmadik generációs, hon vagy 1000 fül meg van nyitva. Jó van, itt is a Behringerva. Ez mi? Ja, az a dob. Focusrite keresés. Egyébként nem találom. Kus már. Ja, itt van, megvan, jó van. Ide menjél. Na, szóval ez a kis cucc, ez már a harmadik generációs Focusrite Scarlett Solo. Egyedüli nagy hibája, ugye a 2i2-höz képest, hogy itt nincs külön szabályzója a monitornak, tehát a fejhallgatónak külön, hanem csak egy fő hangerő szabályzó van, ami ugye a fejhallgatóra is hatással van, meg ugye a kimenetre is. A kimenete az itt van hátul, hát left-right, jackes. Viszont mivel nekem egyelőre nincsen hangrendszerem, tehát ilyen sztereó hangrendszerem, amire kiküldhetném a hangját, ezért teljesen lényegtelen, és nem is nagyon tervezek venni. Ezért teljesen lényegtelen, hogy itt most csak egy szabályzó van, viszont ami nekem kell, ahhoz azt mindet tudja, tehát itt van rajta a mikrofonhoz ugye a XLR. Egyet az rögtön az elején leszögeztem, én nem veszek USB-s mikrofont. Ennek számtalan oka van, a analóg mikrofon az sokkal univerzálisabban használható, és nem szoftveresen kell tekergetni az erősítést. Itt látszik ugye, hogy itt van egy gain, amivel tudom az erősítést ráadni. Itt van a 48 volt fantomtáp, ezt be tudom kapcsolni. Ez az airgomb állítólag arra jó, hogy a korábbi előfokot tudja szimulálni, ami a korábbi modellekben volt, hogyha valaki ahhoz a hanghoz ragaszkodik. És akkor itt meg van egy kombinált bemenet, ide lehet tenni egy AUX-ot, gondolom, hogy stereo, illetve hogyha benyomjuk ezt az instrument gombot, akkor egy magas impedanciájú bemenetet kapunk, tehát direktbe bele lehet kötni a gitárt is, ez az instrumentum, ez be van kapcsolva, és kész, tehát egyidejűleg kettő cuccot fel lehet venni vele. És ez nekem jó, sztereó kimenet, a fejhallgató kimenet, és ha ez megvan, akkor ez lesz a fő hangkártyám, és ja, C-típusú izé van hozzá, USB, de még nem USB 3-as, mert ehhez az átvitelhez nem kell 3-as, hanem az USB 2-es van még rajta. És ezt szerintem ennél fogok maradni, mert hogyha ez megvan, plusz egy mikrofon, hát adnak hozzá programot is, Ableton Live Lite, az a herjelt változat, de én majd maradok a Bandlab-nél. Nézzük a rizsát közbe. Én annyira erős vagyok, konzervdobozt kinyitom jól, mondta Izom Tibor. Ja, hát most egy maradt hús nélkül. Szóval, annak hozzá a szoftvereket, Pro Tools, Focusrite Creative Pack, megvannak a jó bejáratott effektjeim, Red Plugin Suite. Mit adnak? Include Softube Time and Tone Bundle. Ja, ilyen izé, encsöves szimulátorokat. Na. Includes one of four excellent Addictive Keys Virtual Instruments. Na, ez nagyon jó lesz. Mert ezek drága szoftverek. Addictive Keys az a zongora pluginok, és egy rendes zongora pluginom még nincs. Úgyhogy van itt Rhodes piano, elektromos piano, valami más, ezt nem tudom. Meg van grand piano koncert, szerintem ezt fogom választani, ha lehet választani. Úgyhogy nagyon jó, csak hiányzik belőle a show. 2-year warranty, azaz 2 év garancia van rá. Ez szerintem mindenképpen megéri. Csak ez most megint elköltöm az összes tartalék lóvémat. Mert ugye ez még önmagában nem oldja meg a problémát, hiszen kell hozzá mikrofon is. Na mindegy, mikrofont is kinéztem már. Ja, itt van ilyen demo felvétel jóva. Ez a mikrofon meg ez a Tascam TM-80-as lesz. Hallgattam a hangját. Élő közvetítésekhez tökéletes választás. Egyébként látjátok itt a képernyőn az árakat is. Focusrite 33.500, az a mikrofon pedig 20.900 forint, és tartalmazza magát a mikrofont, a XLR kábelt nem külön kell hozzávenni, egy pici kis asztali konferencia állványt, ide pont le tudom tenni, ide nem kellenek azok a karos izék, plusz ugye egy shock mountot, amit úgy lehetne fordítani, hogy rezgés csillapító kenje, amiben belerakod, és akkor ha rugdosod az asztalt, az attól az nem veszi fel a mikrofon. Tehát ezt így egybe megkapod, amit külön kell venni, XLR kábelt, külön állványt hozzá, külön mountot. Egy popfilter is jó lenne. Hát szerintem nem fogok olyan közelről belebeszélni itt live alatt, hogy arra szükség lenne. Úgyhogy ezzel így szépen össze fog állni a cucc. Ön tetszik ez a kis ezüstszín. Legalább nem fekete minden, mert a sok feketétől hülyét kapok. És ha ez megvan, amennyi ez ilyen 56.000 forint plusz házhozszállítás. És akkor már megvan az, hogy hogy most már akkor tudni fogok élőben ilyen cuccokat nektek itt mutogatni. Most nem tudok elképzelni más értelmesebb dolgot, amire elkölthetném a pénzem. Úgyhogy szerintem ez lesz. Azért húzom a fogam, húzom a számot, mert mégis drága, de ideje meglépni, mert ezt már olyan régen élem, hogy kéne. Úgyhogy keverőpult nem lesz, hogy előre csak egy egy Scarlett szóló, meg egy Tascam mikrofon, és azzal totál jól el fogom tudni intézni, amit kell. Ha tetszik az ötlet, és kíváncsiak vagytok milyen izékre, milyen live-okra, akkor nyomjatok egy lájkot a videóra. Ti nem látjátok ugyan a lájkokat, de én fogom látni. És akkor majd beiktatunk őt, hogy hogy kell zenét szerezni élőbe. És amikor lesz ilyen megrendelésem, hogy szerezek zenét, akkor mit tudom én, egy élőbe megcsinálom. Persze közben akkor nagyon felmerül a kérdés, hogy a kommenteket hol fogom olvasni. Hát mert majd mobilon. Lehet mobilra majd néha ránézek, és akkor lesz ilyen. Ugye kirakom full screenre a szoftvert, amit használok, akkor ugye hát értelemszerűen nem a YouTube-ot nézem. Na, most csináltam készre egy nótát. Tegnap este megérkeztek hozzá az éneksávok, úgyhogy szépen összegyúrtam. Kicsit meg kell igazítani, helyreigazítani, de... Na hát ez egy rap szám. Ebben az izében vannak itt a szintik, ugye, dob, szinti, basszus, szóló, minden, és akkor ebbe a gyűjtőben megvan a rap maga, a szövege, és akkor itt még van egy mi a Shift B, igen, itt van a insert szekció, van egy olyan vocal strip benne, az összes énekre, repre, úgy jótékony hatással van, úgyhogy meg a master effekt, és akkor kész vagy. Legalább a zenei alapot azt meg lehet mutatni, vagy egy ilyen énekes dolgot is, hogy lehet keverni, meg minden. Úgyhogy szerintem ez remek lesz. Élőben még sose csináltam ilyet, mert kíváncsi leszek, hogy akkor milyen kérdések lesznek. Csak olyan, hogy hány éves vagy, meg meddig tart a live. Na. Látjátok, a vlog megvolt, közben meg is ebédeltem. Hány óra? 3:41. Hát ezt oda rakom vágni. Renderálni, aztán elmegyek az orvoshoz. Még bennem zár. Na, oké. Ez volt a today vlog. Sziasztok!